Több ezer színpompás virág fogadja a látogatókat a kolozsvári botanikus kertben, ahova vasárnap ingyenes lesz a belépés mindazok számára, akik könyvet visznek magukkal. A kert május 1-én is nyitva tart. Közel 40 ezer tulipán színkavalkádja, hatalmas virágú és törpe tulipánok, fodrosak és csokrosak, mintegy 170 faj gyönyörködteti el a látogatókat a kolozsvári botanikus kertben. A tavaly is újabb fajokkal gazdagodó tulipángyűjtemény mellett narciszok, ne felejtsek, virágzó cserjék is gazdagítják a látványt. A 14 hektárnyi területen több mint 10 ezer növény él, a föld minden kontinensének különféle fajai. Az érzékenyebbeket a tavasz folyamán ültetik ki, de kevésbé ismert zugai is vannak a botanikus kertben, mint a Növénytani Múzeum, illetve a BBTL Növénytani Gyűjteménye, ahol az 1800-as évekből származó lenyomatok is vannak. Nagyon sok növénytani izgalmas dolgot lehet látni, különleges magoktól, különleges növényi részekig, vannak teljes növénypreparátumok, ilyen teljesen izgalmas dél-afrikai egyedülálló növényekből is van egy kis, hát ezek nyilván szárított gyűjtemény, de ami talán azért lényeges, mert Erdélyben vagy talán Romániában még egy ilyen jellegű botanikai múzeum nincs. A kertet kisgyerekes családok, egyetemisták, hazai és külföldi turisták egyaránt látogatják. Évente mintegy 150 ezer személy fordul meg itt. Mi lehet szebb Kolozsváron, mint ez, a botanikus kert? Azt mondták nekem, hogy a tulipánokat tönkretette a hideg időjárás. Ez nem igaz. Teljes pompájukban találtuk itt őket. Felmásztunk a toronyba is mindketten. A kert elődjének számító fűvészkert, amelyet Mikó Imre adományozott az Erdélyi Múzeum Egyesületnek, idén 145 éves. A jelenlegi botanikus kertet 1920-ban nyitották meg. A hatalmas kert díszkertet, geobotanikai, rendszertani, gazdasági és orvostudományi részleget foglal magába. Hat üvegház megfelelő környezetet teremt az ott élő trópusi és szubtrópusi növények számára. Az egyik legkedveltebb rész a japán kert, amelyet egy mesterséges tó körül alakítottak ki. Mindazok, akik vasárnap ellátogatnának a kolozsvári vagy a zsibói botanikus kertbe, ezt beléptidi kifizetése nélkül is megtehetik, akkor, ha egy könyvet mutatnak fel a portán. Egy kolozsvári olvasóklub már negyedik éve ünnepli így a könyv világnapját, ez viszont április 23-án az időjárási körülmények miatt elmaradt. Az akciót április 30-ára, tehát vasárnapra halasztották. Az Erdélyi Magyar Televíziót László Rozália tudósította Kolozsvárról.